Fékpadon forognak ennek az autónak a kerekei. A fékek és futóművek állapotát is ellenőrizték a hétvégi közlekedésbiztonsági rendezvényen az egyik nyíregyházi bevásárlóközpont parkolójában. Évről évre az ősszel és télen megváltozó időjárás és látási körülményekre készítik fel a közlekedőket és járműveiket a Megyei Baleset Megelőzési Bizottság és a kormányhivatal szakemberei. Tapasztalataik szerint egyre többen tartják fontosnak a felkészülést, az átállás segítő akció napján mintegy 60 autót vizsgálnak át. Még sajnos azt kell mondanom, hogy így is körülbelül egy 30-40% megbukna a vizsgán, és általában ez a bukás, ez valamilyen fék probléma miatt történne meg. Nyilván nem balesetveszélyes még, de már nem jó a fék hatásfoka, legyen az üzemi vagy rögzítő fék. Azt szeretnénk elérni, hogy az emberek ezt önállóan is megtegyék, hiszen nem csak ilyen esetben, hanem bármilyen más esetben is elvihetik gépjárművüket egy autószerelőhöz, megnézhetik ezt, akkor nem biztos, hogy ingyenes, de én úgy gondolom, hogy a biztonság akkor is megér ennyit, ha valamennyit fizetni kell érte. Hát ez közel van a mínusz 50 fokhoz. Úgy nagyon tömény is. Úgyhogy... engedni le belőle, és akkor deszilálni. Hát különösebben, ha egy 40 fokig 40-ig lehúzza, akkor... A járművekben lévő különféle folyadékok szintjeit, azok hőmérsékletét, fagyállóságát is leellenőrizték a szakemberek, akik szükség esetén téli szélvédő folyadékkal is feltöltötték a tartályokat. A mobil műszaki vizsgaállomáson a világító jelző berendezéseket is letesztelték, miközben a kerékpárosokat bike safe regisztrációval és a kötelező felszerelések átvizsgálásával várták. Általában minden évben el szoktam jönni, már ez vagy a 6.-7. alkalom, és nagyon fontos a család biztonsága. Ugye van egy 19 éves autóm, nem mai autóról beszélünk, és szeretném, hogyha rendben lenne, meg rendben is tartom, odafigyelek rá nagyon. A szakemberek figyelmeztetnek, a megfelelő felkészülés nagyban hozzájárulhat a balesetek megelőzéséhez. Fontos ezért, hogy a gépjárművel vagy kerékpárral közlekedők előre gondolkodjanak, ne csak akkor, amikor már megváltoztak a körülmények.